egy szállodát építeni közvetlenül a barlangfürdő szomszédságában. Erre egyébként az előző vezetés idején készült is egy pályázati anyag, tulajdonképpen nyert is a pályázaton, de nem írtak alá szerződést. Vízbázis védelmi problémák voltak e körül. Másik kettő meglévő, mondjuk úgy, hogy szálloda maradványok, a Júló szálloda, a volt Júló szálló, illetve az anyag úgy nevezi, hogy a befejezetten szálloda, mindannyian bizonyára tudják, a strand területének az a része, ahol egyébként a kereskedelmi szolgáltató sorok vannak, ott van egy befejezetten szálloda épület. Most ennek a kettőnek az alapján javasolja a tanulmány, hogy 3, illetve 4 csillagos szálláshelyeket kell kialakítani. A jogi helyzet tisztázása érdekében arra tesz javaslatot ez az anyag, hogy hozzon létre az önkormányzat egy 100%-os önkormányzati tulajdonú projektcéget, valamilyen módon apportálja be, vegye meg, kössön üzletet ezekkel a tulajdonosokkal, rendezze a jó viszonyokat, terveztesse meg, készítse elő a terveket, majd értékesítse pénzügyi szakmai befektetőknek, mert hát egy önkormányzat is szálláshelyet nem tarthat fenn, nem a profilja, nem a kötelező feladatai közé tartozik. Ezzel a szálláshely problémára tett javaslatot azt gondolom le is zárnám. Az egyiknél egy nagyobb, tehát a Júló esetében egy nagyobb, nyilván a befejezetlen szálloda, így emlegeti az anyag, ott egy kisebb 35-50 szobás szállodára tesz javaslatot. Emellett olyan apróbb, de tapolca vonzerejét növelő javaslatok megfogalmazására kerül sor, mint amire már az előbb utaltam, a kolostor rom és környékének feltárása, illetve visszaépítése. Emiatt ott nyilván részben a barlangfürdőből, részben abból a parkból, amelynek pontosan a körvonalait, ha én jól tudom, a kulturális örökség szakemberei, a múzeológus már ismerik, de nyilván ez azt jelenti, hogy ott egy komolyabb építkezésre van szükség. A visszaépítésben főépítész úrtól én hallottam olyan kitételt is, hogy egy teljes visszaépítésre is gondolnának, de ennek a költségei igen nagyok, egészségturisztikával semmiképpen nem kapcsolható be, úgyhogy igazán inkább csak mindegy vonzerőt említi meg, ami persze érinti a fürdőkultúrához kapcsolódó fejlesztéseket. Szintén egy ilyen új elem, hogy egy zenepavilon létrehozása, amely a volt strand területéből egy park, közpark, sétáló terület, pihenő terület kialakítását javasolja, azon túl, hogy bizonyos fürdő objektumok, ahogy mondtam, egy csendesebb, nyugodtabb kikapcsolódás szolgáló részek kerülnének oda, de a helyő mentén lévő sétány és az ott lévő kerítés lebontásával annak kiszélesítésére tesz javaslatot, és ott egy ilyen ligetes részen egy zenepavilon, amely különböző kulturális események, elsősorban zene területén adna lehetőséget a programok megszervezésére. Azt gondolom, hogy a főbb elemeit, amire javaslatot tesz, végig is vettem, és hát nyilván nem is szándékom, és nincs is olyan állapotban még az anyag, hogy minden részletét elemezzek. Az azonban látszik, hogy a fürdő része, tehát amit, ahogy említettem, a gyermekstrand, a jelenlegi gyermekstrandnak ismert területről, nagyobb vízfelületek, de ezek a vízfelületek is ilyen 800 és 1000 négyzetméter körüliek. Ekkora vízfelületekkel a Zsóri vagy az Egri fürdő rendelkezik jelenleg. A szaunaparkra, arra nyilván az országban több helyen is, de a környéken is vannak példák. Ez a termáltó és a termáltóra épített fürdőház, ha én jól értem és jól látom az anyaghoz kapcsolt illusztrációkat, nem terveket, illusztrációkat, mondjuk a hévízi
termáltóra épített fürdőházat, illetve fürdőszolgáltatásokat tudnám értelmezni.